Több ezeren jelentették be, hogy felmondanak. Más, hogy bejelent valamit, és más, amit végrehajt. Jó munkát! A hónapokig tartó tiltakozások ellenére a parlament tegnap egy olyan státusztörvényt fogadott el, ami tovább növeli a tanárok terheit és csökkenti a szabadságukat. Emiatt több ezeren készülnek elhagyni a pályát, tovább romolhat az oktatás helyzete, de úgy tűnik, hogy Pinter Sándor már túltette magát az ügyön. Ez egy egészségügyi konferencia, nem volt oktatási sajtótájékoztató. Vannak udvariassági szabályok, még a sajtótájékoztatónak is. Tehát egy egészségügyi konferencia, ennek az egészségügyi konferenciában, hogyha bármilyen jelentős tanárbetegség, speciális betegség ütötte volna felét, akkor helyén lenne a kérdés, de ilyen szerencsére nincs, a tanárok egészségesek és jól érzik magukat. Az, hogy hányan fogjanak elhagyni a pályát, azt mindenki jósolgatja, de jelen pillanatban hozzá még egyetlen egy felmondás sem érkezett, és bízom benne, hogy meg tudjuk a pedagógusokat győzni arról, hogy továbbra is magyar ifjúságot és gyermekeket tanítani kell. A későbbiekben szeretném azt is elmondani, hogy modernizáljuk az oktatást, és ennek a modernizálásnak a keretén belül szeretnénk olyan eredményeket elérni, amit célul tűztünk. Én szeretném mondani, hogy tárgyaltunk mindenkivel, minden egyes 14 tárgyalás volt. 34 javaslatot fogadtunk be a javaslatokból, tehát sajnálatos módon tév információk alapján tette fel a kérdést, de nyilvánvaló lesz, hogy amikor megkezdődik az év szeptemberben, ezekre a tév információkra mi helyes válaszokat fogunk adni. Kérem, hogy az érdeklődését addig is tartsa fel. Köszönöm szépen. A másik kérdésem? Melyikre gondolom? Hogyha a helyzetkezelések szempontjából nem tartotta volna szerencsésnek, hogy egy külön oktatási tárcát hoznak létre, vagy az uniós ügyekkel is történt. Magyarországon a tárcák elosztása a győztes parlamenti pártnak a szerepe. És ez, amióta a demokrácia ismét felvirult Magyarországon, egyetlen egy esetben sem vonta az ellenzéki pártok kérdőre a pillanatnyilag regnáló kormányzó pártot. Ön se tegye meg, ez a kérdés. Köszönöm szépen!